Nagyon örülünk annak, hogy elfogadták meghívásunkat és a gyülekezetünk által megrendezett ilyen összejövetelen eljöttek ide az alkalomra. Szeretnénk a Jóisten dicsőíteni. Szeretnénk megalázkodni előtte. És ebben az adventi időben felkészülni az Úr Jézus eljövetelére. Mert ő el fog jönni. Egyszer eljön, és minden szem meglátja őt, így írja Isten igéje. És erre fel kell készülni. És ezek az énekek, az ige szolgálat majd mind ezt fogja szolgálni, hogy mi készüljünk fel lelkileg. Ezért legyünk nyitottak mind arra, amit a Jóisten akar nekünk üzenni. Mert az énekek által, az Isten igéjének hirdetése által Isten beszél, mert ma is szól Isten. Elmondja, hogy nekünk mire van szükségünk, és ha megértetted, ha megértettük, hogy mit mond Isten, akkor legyünk készek hallgatni az Isten beszédére, az Isten szavára. Úgyhogy legyünk ilyen nyitott szívvel és készséggel fogadjuk Isten igéjét. Mi az élet? Az emberek folyton felteszik ezt a kérdést, és még most sem kaptunk teljesen választ erre a kérdésre. Emlékszem én is, amikor iskolába jártam, előbb tanultuk a szervetlen kémiát, aztán a szerves kémiát, és nem tudtuk elmondani, vagy meghatározni, hogy hogyan lehetne a szervetlenből a szervesbe átlépni. És hogyha mégis szerves vegytanról, vagy kémiáról beszélünk, és ha meg is állapítják az emberek az emberi testnek az összetételét, de mitől lesz élővé az a szervezet? A Biblia nekünk elmondja, hogy Isten bele lehelt az első emberbe, és így lett az ember, az első ember élő léleké. És mi tudjuk azt, hogy az élet maga az Istentől származik. Senki más nem tudja az életet létrehozni, Isten ajándéka. Benne van az élet, és aki őt még nem ismerte meg, az igazi életet még nem ismerhette meg. A következő énekünk, amit a gyermekekkel fogunk elénekelni, az élet szépségéről szól. Felnőttnek is meg kell jegyezni azt, hogy Istentől kaptuk az életet, és Istennek adunk számot az életünkért. Hallgassuk meg figyelemmel ezt az életet. Oh,
fizikából azt is megtanultuk, hogy vannak törvények, amelyeket nem léphet át az ember. Megpróbálják ugyan, bizonyos ideig például a gravitációs erőt és törvényt le lehet győzni, de újból aztán csak visszakerülünk a Föld vonzásába. Azt is megtanultuk, hogy minél nagyobb a tömege egy testnek, annál nagyobb a vonz ereje. És utána néztem, hogy a Földnek 6000 trillió tonna a súlya. Hát ez azt jelenti, hogy 6 x 10 a 24. hatványon kilogramm. Nagyon nagy tömege van a Földnek, és ezért van egy ilyen vonz ereje. A Jóisten úgy alkotta meg, hogy ez tökéletes legyen az ember számára. Igen ám, de ez eszembe juttatta azt, hogy másnak is van vonzó ereje. És néha a lelkünkre olyan vonzó erőt gyakorol, aminek nem tudunk ellenállni. És ez az ének, amit most el fogunk énekelni, a gonosznak a vonzó erejéről szól. Nincs esélye az embernek ellenállni, csak egy valakinek. Isten megadta ehhez a lehetőséget és a szabadulást, hogy ebből a vonzó erőből, ami vonz minden embert a kívánságok, a kísértéseken keresztül, hogy ellene tudjunk állni. Erről szól a következő ének. Szép jövője legyen,
Aztán hozzájárul az iskola, hozzájárul a baráti kör, hozzájárul a média, és annyi minden más hozzájárul ahhoz, hogy mire felnőtté válik valaki, vagy ifjú korban, már láss, hogy körülbelül én így akarok élni. Ez az életemnek a célja. A Biblia azt mondja, hogy létezik egy széles út, és létezik egy keskeny út. És így foglalja össze az Úr Jézus Krisztus a hegyi beszédében az embereknek az úti célját. Vagy az egyiken, vagy a másikon halad. Mindannyian úgy születtünk, hogy ne a menny felé tartsuk. Eljött Jézus. És amíg lejött a mennyből, megtette a hosszú utat le a földre. Azért jött el, hogy nekünk megmutassa az utat oda, az Atyához, ahonnan jött. A következő rövid kis énekünk arról szól, hogy ha a mennybe akarsz jutni, nem kötelező. De ez az alkalom is arra szolgál, hogy mindannyiunkban eldőljön az, és elhatározzuk, hogy mi legyen az életünknek a végcél, az úti célja. Hallgassuk meg figyelemmel ezt az utolsó énekünket. Oh,
visszaemlékezünk még gyermekkorunkban is, igen gyakran szerettük volna kikerülni a rosszasságunknak vagy a bűnünknek a következményét. Amennyiben lehetett, titkoljuk el. Ha mégsem sikerül eltitkolni, akkor ha lehet valaki másra ráfogni a rosszasságomat, és viselje más annak a következményét. Mert nem szeretjük a rossz döntéseinknek, rossz cselekedeteinknek, beszédeinknek a következményét viselni. Viszont ezt nem tudjuk elkerülni. A Biblia azt mondja, hogy mi egy csapdába estünk. És úgy fogalmazza meg a Biblia, hogy mi amikor a rosszat tesszük, akkor fogjaival válunk a rossz. Nem vagyunk szabadok. Ha említeni kellene egy bibliai példát, a Zákeus története biztosan mindannyiunk előtt ismerős. Zákeus az anyagiasságnak és a kapcsiságnak a fogságába, vagy csapdájába esett bele, és nem tudott szabadulni. De milyen jó, hogy jött valaki, aki segített rajta. És ki szabadított őt ebből a csapdából. Azon a napon, amikor az Úr Jézussal találkozott, olyan döntést hozott, ami normális észre nem fogható fel, hogy a vagyonának a felét csak úgy szétossza a szegényeknek, és akitől ellopott valamit, annak a négyszeresét adja vissza. Hát igen, Jézus által helyrehozhatta az életet. Vagy ott volt a bűnösnő, aki az erkölcstelenségnek a csapdájába esett bele. Nem úgy indult ő el, hogy majd abba fog beleesni. És a legtöbbet nem úgy kezdjük el az első bűnt elkövetni. De valaki megszabadíthat ebből a csapdából. Én nem tudom, kedves hallgató, hogy milyen csapdába kerültél bele. De Sátán, a mi ellenségünk, van olyan ragasz, hogy mindannyiunknak megtalálja a legmegfelelőbb, a legtökéletesebb csapdát, amiben elejtsen. A következő ének arról szól, hogy Jézus megszabadít. Amikor Jézus megtalál minket, akkor kiszabadít és igazi boldogságot. Yeah.
szó, az öltözékről, akkor nem a külsőre utal, hanem a bensőre, a lélekre. Ha tiszta a ruha, akkor a bensőnek, a léleknek a tisztaságára utal, ha pedig szennyes ruha van említve a Bibliában, olyankor az embernek a romlottságára, romlott gondolkodására, romlott életmódjára utal. Nem egyszer megtörtént az, hogy magáról a főpapról kellett a szennyes ruhát levenni, és tiszta új ruhát adni a főpapra. Az emberiség történelme során az ember nagyon sokszor beszennyezte a lelkét. Nagyon sok lehetősége volt erre, hogy beszennyezze magát. Isten nem így alkotott meg bennünket. Csak egy példát hadd említsek. A mennyasszonyi ruhának tisztasága és szépsége. De mennyire nem fejezi ki sok esetben a belső lelki tisztaságot az a külső gyönyörű szép ruha. Istent viszont nem lehet becsapni, még ha magunkat be akarjuk csapni, vagy embertársainkat, de Isten nem lehet becsapni. Az Úr Jézus tiszta új ruhát ígér. És ugyancsak a jelenések könyvében le van az írva, hogy mikor az Úr Jézus el fog jönni, akkor egy új ruhát fog ráadni az övéire. És úgy van megírva a jelenések könyvében, hogy a tiszta, fehér, gyolcs ruha az a szentek igazságos cselekedeteit jelképezi. Ezt teszi az Úr Jézus ma is. Átöltözte. Tiszta ruhába. Nem szeretnéd azt, hogy a lelked ünneplőbe öltözöm a délután. Ő megteheti ezt. Külsőleg átöltözhetünk, szebb ruhákat vehetünk fel, drágább ruhákat. De annál szebb nincs, mint mikor a lélek új ruhát ölt fel. Amíg hallgatjuk a következő énekszámot, azt kívánom, hogy a Jóisten lelke vizsgálja meg a szívünket. Szent ígéket olvasni.
A 24. verstől a 30. versig, majd pedig a 36. verstől a 43. versig terjedő ige szakaszt. Hallgassuk meg Isten igéjét nyitott szívvel, nagy figyelemmel és kellő alázattal. Más példázatot is mondok nekik. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántók földjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé és elment. Amikor a zöld vetés szárba szökött és már magot hozott, megmutatkozott a konko is. A szolgák ekkor oda mentek a gazdához és azt kérdezték tőle. Uram, ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnan van akkor benne a konko? Ellenség tette ezt, felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték. Akarod-e, hogy kimenjünk és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt. Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratás, és az aratás idején megmondom az aratoknak. Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe. 36-os verstől folytatom. Ekkor elbocsátotta a sokasságot és bement a házba. Tanítványai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Magyarázd meg nekünk a szántóföld konkolyáról szóló példázatot. Ő pedig így válaszolt nekik. Az, aki a jó magot veti, az emberfia. A szántóföld a világ. A jó mag a mennyek országának fiai. A konkoly a gonosz fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratok pedig az angyalok. Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén. Az emberfia elküldi angyalait és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt, és a tüzes kemencébe dobják őket. Ott lesz majd sírás, és fogcsikorgatás. Akkor majd az igazak fénylenek atyuk országában, mint a nap. Akinek van füle, hallja. Szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében. Elég nehéz úgy köszönteni mindenkit, hogy az ember csak egyeseket ismer. Látok én ismerős arcokat, akiket már nagyon régóta ismerek, látok olyanokat, akiket talán még sohasem láttam ebben az életben, és megkérdezhetné valaki, hogy hát hogyan is lehet köszönteni teljesen ismeretlen embereket őszintén? Hát mi közünk van nekünk egymáshoz? Hadd mondjam azt minden kedves jelenlévőnek, hogy a mai alkalom, ez az este Isten akaratából történik, és akik jelen vagyunk, azért vagyunk így, mert Isten, aki alkotta az embert, úgy tervezte, hogy ezen az estén mi találkozunk. És ha nekünk amúgy nem is sok közünk lenne egymáshoz, Isten mégis úgy rendelkezett, hogy ezt a rövid időt együtt töltsük. És én hiszek Isten akaratában, hiszem, hogy az ő terve megvalósul, és éppen ezért kívánhatom azt, hogy ezen az estén más is megtapasztalja. És aki ezt megtapasztalja, az örülni fog. Mert Isten jót akar az embernek, még annak is, aki vele eddig nem törődött. Szeretnék röviden bemutatkozni, egy kicsit bővebben, mint ahogy az én szolgatásom bemutatott. Lelkipásztor vagyok. Még 6 nap, és 42 éves leszek. Ez nem egy nagy idő, azok számára, akik már a 70-et is elhagyták, meg a 80-at is. De egy tinédzsernek a szemében én már lehet, hogy nagyon idősnek tűnök. Mások azt mondhatnák, hogy középkorú. Hála legyen a jó Istennek azért, hogy meg vagyok elégedve a korommal. És nem sírom vissza a régi időt, és nem mondom azt, hogy bárcsak lennék még egyszer fiatal. Mert amikor visszagondolok a múltra, akkor eszembe jut nagyon sok
rossz dolog, nagyon sok bűn, és eszembe jut nagyon sok botlás, nagyon sok gyengeség. Aztán azt is látom, hogy Isten hogyan vezetett egyik lépcsőről a másikra, egyik helyről a másikra, hogyan növelte bennem az ő hitét, és azt mondom, milyen jó, hogy már elérkeztem idáig. De mint Pál apostol mondja, nem értem még célba, és most egyet tehetek, hogy még jobban nekidőve célegyenest futok. 42 év, tehát nem nagy idő, de éppen elég ahhoz, hogy az ember boldog legyen. Mert van Krisztusa. Hálás vagyok a Jóistennek azért, hogy nem egyedül élem társ nélkül a földi életet, hanem hívő feleséggel ajándékozott meg. És a feleségemen keresztül 5 gyermek. És az 5 gyermek mindegy nemű. Lány. 5 lány. Amikor ezt szoktam mondani, vannak, akik a fejüket fogják, jaj, szegény. Hát, meddig próbálkozik meg? Nem szeretné vajon, hogy fia is legyen? Más meg azt kérdezi tőlem, hogy nem csalódtál sohasem? Vártak volna, ugye, mindig, hogy fiú legyen. Hát az ilyeneknek el szoktam mondani, hogy nagyon boldog vagyok, hogy ez így van. Mert mielőtt még eszembe jutott volna kérni, hogy adjon az új fiút, ennyit vagy annyi lányt, feleségemmel úgy egyeztünk meg, hogy egyet fogunk kérni a Istentől. Hogyha nekünk akar adni gyermekeket, akkor annyit adjon, és csak akkor adjon, ha azok a mennyországba fognak jutni. Ha valamelyik közülük elkárhozna, mert Isten mindent tud, akkor azt mondtuk, inkább ne, inkább ne adjon. Hát elég meredek kérdés, meg kérés volt ez a mi részünkről, de ennyi volt a hitünk, vagy mondhatnám, volt ehhez hitünk. És meg vagyok győződve arról, hogy azért adott el Isten lányokat, mert azokat úgy tudom nevelni, úgy tudjuk nevelni, hogy Isten országába bejussanak, megismerjék az Úr Jézust. És hálás vagyok azért, hogy a 16 éves lányom is már találkozott az Úr Jézussal, elfogadta, bemerítkezett, szolgálja az Urat, és a második is már elfogadta az Urat. Hisszük, hogy ez így folytatódik tovább. Hát amikor megjelenek valahol, ezt el szoktam mondani, mert akkor hiteles valakinek a bizonyság tétele, ha az élet példája is azt bizonyítja. És én magammal nincs mit dicsekedjek, de mutatok arra Krisztusra, aki engem, gyarló, szerencsétlen, nyomorult embert, aki nagyon sok szégyent hozott a szüleire, aki nagyon sok rosszat követett el az életbe, kiemelt, felemelt, és boldoggá tett. Na hát, hogyha én ezt átéltem, ha én ezt megéltem, kívánom másnak is. Mert sajnos azt látom ebben a világban, hogy nagyon sok szomorú ember van, elkeseredett, csalódott ember, nyomorult ember, életunt ember, és felteszem a kérdést, ezek hogy nem hallották még a jó hírt, az evangéliumot, hogy nem muszáj így élni? Istennek az akarata az, hogy minden ember megtérjen. A felolvasott ige szakaszban hallottunk vetésről és aratásról. Szeretnék beszélni arról az időről, ami a vetés után és az aratás előtt van. Mert ilyen időt él. Ebben a korban él. Volt vetés, és lesz aratás. Ha szűkebb időintervallumot veszünk, vagy a nagy világ történelem tárul a szemünk elé gondolatban, ugyancsak azt mondjuk, volt vetés, és lesz aratás. Isten valamikor megteremtette ezt a földet, nagyon szépnek alkotta, az embert tökéletesen megmunkálta, boldoggá teremtette, aztán tudjuk jól, mi történt, a bűn bejött ebbe a világba, az ember elromlott, és lesz majd ennek a világnak vége. Tehát ha így nézzük, volt a világnak kezdete, volt vége, vagy lesz vége. Az embernek, az emberi életnek van kezdete, és van vége. 70, vagy ha feljebb 80 esztendő az ember élete, azt mondja Mózes a Zsoltárban, és annak is nagyobb része nyomorúság.
Szeretnék a Mózes könyvéből azonban még egy igét idézni, ami az özönvíz után hangzott el Isten szájából. Mit ígért Isten az özönvíz után? Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Isten tehát ezt így határozta meg, legyen vetés, legyen aratás. A kettő között élünk. Megszülettünk, aztán majd valamikor meghalunk. Amikor valaki megszületik erre a földre, legtöbbször jó reménységgel vannak hozzá a szülők, a környezete. Nagyon kevés esetben van úgy, hogy fogják a fejüket, jaj, hát ez inkább Isten csapása, mint Isten áldása. Legtöbb esetben örülnek a gyermeknek. Van úgy is, ahogy említettem, hogy nem örülnek. De Isten akaratából születtünk meg. Hallottuk a gyermekek énekében. Nem véletlenül megszülettél. Isten jót tervezett az életeddel. Hogy milyen lesz majd a vég, hogyan hagyod itt ezt a földi életet? Hát ez rajta múlik. Tőled függ. Isten jót tervezett, és neked vetés és aratás között van lehetőséged dönteni. Isten kegyelmi időt adott, amelyben szót lehet fogadni, engedelmeskedni lehet az olvasott igének. Az Úr Jézus Krisztus prédikált. Aztán az Úr Jézus megmagyarázta a prédikációját. Eljött erre a földre, aztán elment erről a földről. Az Úr Jézus élete teljes volt, amit ezen a földön töltött, mint emberi élet. Elvégezte a munkáját. Mondhatjuk azt, egy sikeres élet, egy gazdag élet, egy gyümölcsöző élet. Amiért jött, azt megtette. És az ő tevékenységéhez tartozott a prédikálás. Beszél Isten országáról. Elközelített az Istennek országát. Hát nem mindenki értette a prédikációt, mint ahogy meg vagyunk győződve, ezen az estén sem mindenki érti, amit itt hall. Meghallgatja, és lehet azt mondja, hogy szép volt, jó volt, megjegyzi azt, hogy 42 éves a lelki pásztor, meg hogy 5 lánya van, és többet semmit nem ért a prédikációban. Meg vagyok győződve, hogy lesznek ilyenek. De azt is elhiszem, és arról is meg vagyok győződve, hogy akit érdekel, aki nem csak hallani akar, hanem érteni is akart, és ezt kifejezi, ezt a vágyát, annak az Úr Jézus elmagyarázza. Mit is tanított? Az megkapja a magyarázatot Isten igényéből, vagy akár általunk is arra nézve, hogy mi a helyzet vele, az ő életével, hogyan változhat meg, mit tervezett Isten? Azért beszélt az Úr Jézus példázatokban, mondja a tanítványainak korábban, mert az emberek látván mégse látnak, halván mégse hallanak, muszáj nekik úgy beszélni, hogy valamit felfogjanak. Nem mindenki jött az Úr Jézushoz megkérdezni, hogy mit is akartál te mondani. De azt olvastuk ebben az ige szakaszban, a 13. rész 36. versében, hogy oda mentek hozzá a tanítványai, azzal a kérés, hogy magyarázd meg nekünk a szántóföld konkolyáról szóló példázatot. Nem akarom részletesen elismételni ezt a példázatot, ha valaki figyelt, akkor hallotta. Egy gazda vetett jó magot a földjébe, éjszaka jött az ellenség, vetett konkolyt, aztán a szolgái később, nem azonnal, később észrevették, az ellenség munkálkodott, szerették volna kiigazítani az ellenség munkáját, a gazda nem engedte, és azt mondta, hagyjátok, ne jön együtt a konkoly a búzával, majd az aratáskor tűzre kerül a konkoly. A búzát pedig takarítsák be a csűrbe. Ezt a tanítványok hallották, és nem azt kérdezték az Úrtól. Hogyan is volt Jézus? Ez a példázat. Magyarázd meg nekünk a búzát, a búza példázatát, a konkoly maradt meg bennünk. Vajon miért?
Vajon miért voltak kíváncsiak a konkoly példázatára? Miért érdekelt őket annyira a konkoly? Hát azért, mert a konkolynak a sorsa az valami rettenetes. És igaz, ez a mai emberre nézve is. Amikor fel van kínálva számára egy jó lehetőség, azt értékel. De ha elmegy a jó lehetőség mellett, megvonja a vállát, és azt mondja, hát lehet, hogy lesz még jobb. És nem éli meg úgy veszteségként, hogy valamit elszalasztott. De ha valaki azt hallja, hogy ilyen és olyan tragédia történt, vagy történhet, ha így és így élsz, akkor megijed. Nem egyszer hallottam már, hogy emberek leszoktak a dohányzásról, pusztán azért, mert az orvos azt mondta, ha még egyszer a szájába veszi a cigarettát, menthetetlenül elpusztul, mert olyan a tüdeje. Magának csak egy esélye van, ha soha többet nem veszi a szájába. És úgy megijedt az illető gyakorlata, vagy az alkohollal kapcsolatosan is. Vannak, akik annyira megijednek, mert szeretik az életet, hogy inkább eltávoznak. Na, a tanítványokat inkább érdekelte, mi lehet az a rossz sors, mi lehet az a rettenetes állapot, amitől őrizkedni kell. Vajon kik tartoznak oda? Mert ők nem szeretnének. És az Úr Jézus elmagyarázta a példázatot. És nekem az a vágyam, hogy ezen az estén, bárcsak értené meg minden egyes jelenlévő, akinek veszélyben van az élete, hogy menthetetlenül elvész, elkárhozik, ha idejében nem cselekszik. Ha idejében nem szól. Ha idejében nem érdeklődik. Hogyan is lehetne ezt elkerülni? Az Úr Jézus prédikált. Az Úr Jézus magyarázott. A prédikáció most is hangzik. Igét hirdetünk. És Isten lelke kész elvezetni bárkit minden igazság. Felteszem a kérdést, meg akarod érteni ezt a példázatot, amit az Úr Jézus mondott? Az örök ítéletről? Az örök jutalomról, Isten országáról? És a pokolról? És az emberekről? Hogy az egyik ide kerül, és a másik oda kerül? Meg akarod érteni? És fel kívánod fogni azt, hogy te is közöttük leszel. Majd az utolsó nap, akiket szétválasztanak az angyalok. Vagy ide, vagy oda. Ha megkívánod ezt érteni, felkívánod fogni, akkor a Szentlélek el fogja neked magyarázni. Személyesen. Olyan tükröt tart eléd ezen az estén, amelyben megláthatod magad, és be tudod azonosítani. Ahogyan Jézus Krisztus nagyon pontosan elmondta, aki a jó magot vetette, az a az ellenség, aki a konkolyt vetette, az az ördög. A jó mag az Isten országának fia. A szolgák, az aratók, azok az angyalok. Milyen pontosan beazonosította. És a konkoly, hát, akik botránkozást okoznak, és minden gonosztak. Két választás van. Nem lehet angyal. Nem te vagy a magvető, vagy búza, vagy konkoly. Ez a két kategória. Vagy ott leszel az igazak között, akik fénylenek Atyuk országában, vagy ott leszel a tüzes kemencébe, a kározott tüzébe, mint gonosz tevő, mint botránkoztató. Hát lehet, hogyha én próbálnám az embereket, vagy valaki más így osztályozni ezen a földön, az nagy háborúságot eredményezne, és nagy tiltakozást. Nem az, hogyha valakit az igazak közé sorolnak, hát annak mindenki örülne. De ha bárkit oda sorolnának, hogy te kározatra méltó vagy, ez nem esik jó senkinek. Egyszer egy evangelizációs alkalomra hívtak meg, és volt egy furcsa kérés a szervezők részéről, hogy lehetőleg nem mondjam azt, hogy
alakja is el fog károsztja a jelenlévők közül. Ne ijesztessek senkit. Beszéljek inkább a jó hírről, az evangéliumról. Isten vár mindenkit az ő országába. Már meghallgattam ezt a kérést, és végül azt mondtam, hogy nem tudom teljesíteni. Hát olyan rövid volt már az idő, hogy nem tudtak más szolgálatra őt hívni, kénytelenek voltak, akkor így elfogadni. Hogyan beszéljek én jó hírről? Hogyan beszéljek én Isten országáról, ha nem mutatom meg valakinek, és nem döbbentem rá az illetőt, hogy ha nem azt választja, akkor menthetetlenül rosszabb, keserűbb, sanyarúbb lesz a helyzete, a kározatra kerül. Az Úr Jézus nagyon sok jót cselekedett, nagyon sok beteget gyógyított, nagyon sok megszállottat, megszabadított, és adott a szegényeknek, az éhezőknek kenyeret, halat, gondoskodott az övéiről, de nem hallgatta el az igazságot. És nagyon komolyan meghúzta a vonalat ebben a példázatban is. Lesznek ilyen, és lesznek olyan emberek az ítélet napján, akik átmennek az üdvösségre, Isten országába, és akik mennek a kározatra. És nem azért, mert akkor így fognak jelentkezni az emberek, hogy én szeretnék menni Atyám országába, én meg szeretnék menni a pokolra. Nem. Ezt az angyalok fogják eldönteni, ők választják majd szét. Ha az Úr Jézus Krisztus prédikációját hallod ezen az estén, nem én találtam ezt ki, az Úr Jézus mondta el. Ha az Úr Jézus magyarázatát meghallod, és be tudod magadat azonosítani, hogy ki vagy te, kihez van több között, Istenhez, vagy pedig az ő ellenségéhez, az Úrhoz, vagy pedig az ördökhöz, akkor megtettél egy lépést a menekülés útján. Mert utána már csak rajtad áll. Ha neked Isten igéje megvilágosította az elmédet, ha a Szentlélek megmagyarázta neked az igazságot a helyzeteddel kapcsolatosan, akkor már csak rajtad áll. Mit teszel? Mert Isten felkínálja a lehetőséget az ő fiában, az Úr Jézusban. Ki a magvető? Az emberfia. Az Úr Jézus magáról beszélt. És ő nem csak prédikált, ő nem csak magyarázott, hanem cselekedett is. Szenvedett? Meghalt. Miért? Azért, hogy a jó mag legyen elvetve. Azért, hogy akik ő benne hisznek, ne menjenek a kározatra, hanem menjenek át az életre. Hiszed-e ezt? Kérdezte az Úr Jézus Mártától, aki éppen gyászolt, aki a halála tényével szembesült. Hát ha az Úr Jézus Krisztusban hisz valaki, nem fog elkárhozni. Ha hiszel Jézus Krisztusban, megváltozik az életed. Miért? Azért, mert ő megtette azt, amit te és én nem tudnánk megtenni. Vállalta bűneink büntetését. Nem lenne ember ezen a földön józan elmével, aki gondolkozik, hogy azt mondaná, én vállalni akarom bűneim büntetését. Ha megtudnám, hogy Isten mit szabott ki büntetésként. Ha belekóstolt volna, vagy belekóstolna az ember a pokol gyötrelmeibe, nem lenne olyan ember, aki azt vállalna. Pedig igazság szerint járna neki. Az Úr Jézus elmondott egy történetet a dúsgazdagról, Lázárról, lehet, hogy sokan ismerik. A dúsgazdag nagyon könnyen élt ezen a földön, mindene megvolt. De nem törődött lelke üdvösségével, és a pokolra jutott. És hogy? Hogy gyötrődött ott? Ő végül elfogadta, hogy megérdemeltem a sorsomat. De hogy könyörgött? És hogy gyötrődött, hogy legalább a testvérei, mert azt mondja, van még öt testvérem, legalább ők nekem. Ha az emberek tudnák, hogy mit lehetne elkerülni,
az ítéletben senki nem kározna el. Meg vagyunk győződve. Nagyon sokan nem tudják és nem akarják tudni. Hallják az ígét, de nem akarják megérteni. Na, ha lesz akár csak egy vagy két ember a jelenlévők között, aki hallja az ígét, azt mondja az Úr, és akinek van füle, hallja. Az értse is meg. Kérdezze meg, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Itt vagyok, megérdemlek bűneim büntetését, de mit kell nekem tenni? És azt fogod hallani, én már mindent megtettem helyetted. Én már minden bűnödért szenvedtem. Én megszereztem számodra az üdvösséget. Ezt fogod hallani, ha szóba állsz az Úr Jézus Krisztussal. Ha olyan a te kérésed, és olyan a te gyötrődésed, hogy Úr Jézus, én hallottam, hogy mi lesz azoknak a sorsa, akiknek az élete nem változik meg. Mit akarsz, hogy cselekedjem? Ezt fogod hallani. Én már mindent megtettem helyette. Mert az Úr Jézus nem csak prédikált, nem csak magyarázta a prédikációját, hanem meg is halt a te bűneidért. Elvettetett, eltemettetett, és aztán feltámadott dicsőségben. Miért? A mi megigazulásunkért. És mit olvastuk itt a 43. versben? Azt olvastuk, hogy akkor majd az igazak fénylenek Atyuk országában, mint a nap. Miért leszünk mi igazak? Miért leszünk mi az igazak között, akik hiszünk az Úr Jézus Krisztusban? Azért, mert feltámadt a mi megigazulásunkját. Mert ő mindent elvégezett, hogy mi ott legyünk az igazak táborában. Hát akkor nekünk semmit se kell tenni. Hinni. És olyan jó azt is látni a Bibliából, hogy még ezért se kell küzdeni, a hit ajándékáért se kell nagyon sokat dolgozni, benne van a kifejezésben ajándék, Isten ajándék. Honnan van? A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje. Akinek van füle a hallásra, hallja meg! Ezt mondja az Úr Jézus. Hallod az ő szavát? Tudod, hogy egyszer vége lesz ennek az életnek? Tudod, hogy egyszer vége lesz ennek a világnak? Na, ha tudod, és ezt elfogadod, ezt a tényt, akkor kérdezem, te hova kerülsz? Jelen állapotban. Ha most küldené az Úr az ő angyalait, mert aratás lesz, mert vége ennek a világnak, mert elkéri a te lelkedet ezen az éjszakán, vagy ezen az estén, akkor téged hova sorolnának az angyalok? Nem olyan rég volt a népszámlálás. Gondolom, sokan találkoztak a számláló biztosokkal. Volt olyan rubrika, mondja meg a nemzetiségét. Hova soroljuk? Nyilatkozzon a vallására. És kérdeztem a számláló biztost, hogy könnyű ez a feladat, ez a munka? Hát nem könnyű, csak van, aki nehezen érti meg, hogy én mit kérdezek, és milyen lehetőségek közül kell választani. De ha megértették, azt meg tudják mondani. Ilyen nemzetiség vagy olyan nemzetiségű. Ez az anyanyelv, vagy az az anyanyelv. Ilyen vallás, vagy olyan vallás. Na hát, hogyha egy számláló biztosnak tudtál válaszolni arra a kérdés, hogy ki vagy, akkor mit válaszolsz az Isten kérdésére, amikor felteszik, ki vagy? Ismeri az Úr az övéit. Álljon a hamisságtól mindaz, aki az Úr nevét vallja. Aki új életet nyert, aki újjászületett, mert elhitte, hogy Jézus a Krisztus, aki megbánta bűneit és elfogadta bűnei bocsánatát, volt egy nap az életében, amikor meghallotta, hogy az Úr
Úgy Jézus Krisztus azt mondta, én mindent elvégeztem helyetted. Én meghaltam a kereszten, én szenvedtem helyetted. Aki ezt meghallotta, és akinek az életében megtörtént ez a nagy csoda, amit a megtérésnek, újjászületésnek nevezünk, azt tudja, hogy kicsit. És én tudom, hogy újjászülettem. Van egy régi ének, amit tanultam még a megtérésem idején. Nem akarom most elénekelni, mert sokkal szebben énekeltek itt a gyermekek, a kórus tagjai. De annak a refrénje valahogy így szól, hogy én tudom, biztosan tudom, hogy újjászülettem. Van sok-sok minden az igében, amit még nem értek, de egyet tudok biztosan, hogy újjászülettem. És amikor olyat hallok, Isten tiszteletek végén, ha megkérdezek valakit, hogy tessék megmondani, hova fog kerülni majd az utolsó napon. Amikor olyat hallok választ, hogy hát azt nem lehet tudni. Hát szeretnék ide meg oda. Összeszorul a szívem. Azt gondolom magamban, valamikor ki is mondom. Nagyon is lehet tudni. Ez az emberek az állapotában el fog kárhozni. Mert aki Istentől született, aki új életet kapott ajándékba, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, az tudja, hogy örök élete van. Tudja. Na tudod, hogy ki vagy. Isten gyermeke vagy. Annak látható jelei vannak. Meg lehetett különböztetni a búzátokon folyton. Nem csak az aratáskor lehetett megkülönböztetni. A vetés után nem sokkal, amikor szárba szökkent a vetés. Ezen a földön is meg lehet különböztetni egyik embert a másiktól. Lehet nem mindenki mondja meg, vagy vallja be magának, de aki nem tért meg, nem született újjá, a lelke mélyén hall egy hangot. Te nem vagy olyan hívők. Te félsz a halától. És aki ilyen hangot hall, az tudja magáról, vagy sejti magáról, hogy nem Isten gyermeke. Hogy a konkoly közé sorolhat. De milyen jó megfigyelni ebben az igében, azt a jó hírt, jó üzenetet. Látni azt a kegyelmet, hogy amikor az angyalok szeretnének már rendet tenni végre az emberek között, és nagyon sokszor adjunk igazat az angyaloknak ebben a kérdésben, mert mi emberek is így gondolkodunk. Hát Isten meddig tűri ezt a sok nyomorúságot, ezt a sok gonoszságot. Ha létezik Isten az égben, miért engedi meg? Nem sokszor előjön ez a kérdés. Hát az angyalok szerettek volna rendet tenni, illetve azok a szolgák. És meg vagyunk győződve, hogy az angyaloknak nagyon nehéz elviselni a mennyben mindazt, ami ezen a földön történt. Ha rajtuk volna, itt már rég rendet vágtak volna. Nem lenne ember ezen a földön. Az igazakat elvitték volna, a többit pedig lökték volna a kárhozat. De milyen jó, hogy nem az angyalokra van bízva az ítélet idejének a meghatározása. Milyen jó, hogy az Úr Jézus Krisztus az ő áldozatával kieszközölte Istennél azt, hogy legyen idő vetéstől az aratásig, a megtérésre. Legyen idő a prédikáció meghallására. És hadd mondjam azt, kedves barátom, aki itt vagy, ide kerültél, nem tudom mi módon. Adj hálát a jó Istennek, hogy itt vagy, és hallod az üzenetet. Ez kegyelem. Ha eddig nem mondta neked senki, vésd jól a szívedbe. Isten számára fontos vagy. Azért nincs még itt a világ vége. Azért nem ért még véget az életed, hogy meghall az Úr Jézus prédikációját. És ha meghallottad, ha megkaptad ezt a kegyelmet, lépj tovább. Mondd azt. Uram, meg akarom érteni. Vagy ha már meg is értetted, tudod, hogy hol vagy jelen állapotodban, tudod, hogy mi vár rád, ha most jönne el az angyali sereg rendet, ítéletet tartani? Mondd azt. Könyörülj rajta. Mit akarsz, hogy cselekedjem? Mi lesz velem?
ha ebben az állapotban leszek, ha ezt a kérdést már felteszed, az Úr Jézus válaszolni fog. Mert ő azért halt meg, hogy válaszoljon neked. Megtettem helyetted mindent. Bűnné lett érett. Kegyelmi időt élünk. Ugye milyen jó, hogy még nem érkezett el az aratási. Ugye milyen jó, hogy nem érkezett el még az ítélet napja. Ugye milyen jó, hogy Isten hosszan tűr és vár miért. Várja, hogy az emberek megtérjenek. A megtérés honnan van? Hát nem pusztán az ember akarata, hanem az Isten munkájának az eredménye. De még egyszer mondom, ha te már itt vagy, azt jelenti, hogy Isten munkálkodott az életedbe, idehozva. Ha hallottad az igét, az csak azért van, mert a Szentlélek megnyitotta a te füledet. Ha megértetted, az csak azért van, mert a Szentlélek megmagyarázta neked, hogy rólad van szó. És akkor nem tehetsz mást, mint kérdezel. Nyitva marad a szíved. Hallottad az igét? Megértetted az Úr Jézus áldozatát, hogy érted halt meg a kereszten a te bűneidért? És akkor árad a kegyelem. Előtte a te nyitott szívedet. Sordultig telik kegyelemmel. És megkapod a hit ajándékát. Amikor elismered bűnös voltodat, akkor jön a gyógyító kegyelem, jön a bűnbocsánat. És aki elhiszi, mert megkapja a hit ajándékát, Jézus érte halt meg, Isten újjászülő Szentlélek által, akár ezen az estében. Nyitva van a szíved? Nem csukod be a füledet? Akarod hallani tovább az Úr Jézus hangját, amely nem csak ítéletről, nem csak jutalomról szól, hanem a lehetőségről is. Azt, amit ő szerzett a drága vérén áldozatát, akarod hallani, érted, történt, meg fogod hallani. Akinek van füle, hallja, így olvasta testvérünk az igében, és imádkozom még tovább is, hogy Isten szóljon hozzánk. A férfi kart kérem, hogy ő is szolgálja még egy énekkel. Isten ő általuk is akar még szólni hozzánk, és hív bennünket. Az igében a világ végéről volt szó, és ez nagyon-nagyon komoly figyelmeztetés, hogy egyszer eljön a vég, és egyszer ott kell állni Isten színe előtt, és számadás lesz. Mit tettél az életedben? Hogy éltél? Milyen gondolataid, milyen érzéseid voltak? És akkor nem lehet elrejtőzni, hogy nyilvánvaló lesz mindenki az Isten előtt. És hogy állunk meg? És hova jutunk? Nagyon komoly figyelmeztetések ezek. Hallgassuk, ahogy az Úr Jézus Krisztus szól, hív bennünket a testvéreink ének által is. Úr!